Az ötödik játéknapig kellett várni az első fényszorói győzelemre. Radovics Viktor már a 9. percben megszerezte a vezetést a szajoliak ellen. Majd Héger Attila 2-re növelte az előnyt. A második játékrészben pedig Csőke Bence állította be a 3-0-ás hazai győzelmet. Hát igen, nem úgy kezdtük a bajnokságot, hogy szerettük volna, bár a nem mentség, de a tavalyi első három helyzettel játszottunk. A Szajol is előkelő helyen végzett, de már most nagyon kellett a 3 pont, és hál' Istennek most sikerült egy jó, viszonylag jó játékkal behúznunk a 3 pontot. Muszáj volt győzni. Mert hogy? Mert kellett a 3 pont, és maga biztosan kellett győzni. Most ez volt a hazai pályán a 3. mérkőzésünk, és első győzelmünket arattuk, már nagyon kellett. Úgy gondolom, hogy ez lendületet adhat a továbbiakban, mert ugye már említették, hogy itt jövő héten a búcsúkor itthon játszunk, és utána a sorsolás miatt, hogy utána való hétvégén is itthon játszunk, úgyhogy ezzel a 3 hazai mérkőzéssel talán meg tudjuk szilárdítani a helyezéseinket. A jó helyezés záloga lehet az idősebb és a fiatalabb játékosok összefogása, hiszen a csapat szerkezete úgy van összeállítva, hogy mindkét korosztály kapjon szerepet. A fiatalok és az idősebbek arányával meg vagy elégedve, tudtok tanulni az idősebbektől? Hát igen, itt több olyan játékos, aki már magasabb osztályban is focizott, hát az őktőlük csak tanulni tudom. Van sok fiatalunk, sok helyi fiatal, minél többet szeretnék, hogy játszanak, de persze ugye még tanulniuk kell, és akkor ehhez kellnek idősebb játékosok, többek között jó magam, vagy a Majzik Berci, vagy a Vaszicsku Zoli, akik már bizonyítottak magasabb osztályba is. A Kisváros labdarúgó csapata az előző szezonban nagyon mérsékelten szerepelt. Sokáig a kiesés ellen küzdöttek. A szakmai igazgató az idei szezonban viszont már sokkal jobb helyezésben bízik. A bajnokság első harmadában szeretnénk ott lenni. Meg is mondom őszintén, az első 6 helyezés közé várom a csapatot, meg várja a vezetőség. Nehezen indultunk, reméljük most ki tudtunk a gödörből kecmeregni. A következő 2 mérkőzés újra hazai pályán lesz. Szeptember 18-án vasárnap a 6. helyezett Csépa, míg 25-én az 5. helyen tanyázó Újszász lesz a vendég Jász Fényszarun.